Na, hellóztok! Most csinálok nektek végre egy kis főzős videót, mert felvettem jeleneteket, amikor itthon főzőcskéztem, viszont nem illett bele, vagy nem illik bele egyik kis titkos projektes vlogba sem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most csak összerakok egy ilyen főzőcskézős meal prepelős videót, úgyhogy be is szúrok ide egy nagyon gyors meal prepet, amit még áprilisban készítettem. Sziasztok! Ma vasárnap van, április 16-a, és ma itthon maradtam a Rafi kutyával, mert képzeljétek el, hogy reggel rosszul volt. Kicsit fájt a hasa, nem érezte jól magát, úgyhogy nem mentem ma sem erre, pedig nagyon jó idő van, el akartam menni vele a telekre, de így itthon maradtunk, most már jobban van, most már elfogadja a nasit is, reggel enni sem akart egyáltalán. Úgyhogy a mai programom az igazából takarítás, mosás, meg ilyen-olyan kis apróságok voltak, és még sikerült egy vlogot is megszerkesztenem, az előző videót azt kézzétek, ma reggel kezdtem el megszerkeszteni, és egy 3 óra alatt kész is lett, úgyhogy fel is töltöttem szépen. Aztán most akarok nekiállni főzőcskézni egy kicsikét, meal prepelni akarok, meg a konyhát is ki kell takarítanom, úgyhogy bekapcsoltam a kamerát, gondoltam, megmutatom nektek, hogy mi lesz a mostani meal prep. Előtte gyorsan elpakolok egy kicsikét. Ezt már mutattam nektek egy pár vlogban. Ez ilyen kis szója medál a Vegans-től, textúrált szójafehérje tallér formában. Ezt be kell csak áztatni, vagy vízbe, vagy levesbe, vagy pedig valamilyen ízesített folyadékba, és szépen megszívja magát, utána pedig meg lehet sütni, és olyan lesz, mint a húsi. És én ezt már többször próbáltam, nekem nagyon-nagyon ízlik, van bele többféle is. Ez a tallér szerintem a legfinomabb, de egyébként van darált húsi helyettesítő is, meg ilyen kis gyrosz hús is, és a Müllerben szoktam venni, ott árulnak ilyen Vegans termékeket, és most vettem észre, hogy ez mindjárt lejár, úgyhogy készítek bele gyorsan egy kis ebédet 3 napra, meg van szuper kis édesburgonyám is, meg egy óriási nagy is, úgyhogy ezt is fel fogom szeletelni, aztán bedobom az airfryerbe, meg még csinálok hozzá egy kis salátát, és most is ez lesz egyébként az ebédem, mert még nem ettem ebédet, már 4 óra van, de valahogy elszaladt az idő, meg későn reggeliztem, úgyhogy most nekilátok. Ez most egy 10 percen keresztül szépen szívja magát, addig megpucolom az édesburit. Na, szia, babikám! Meg ilyen játékokat akarok, hogy legyenek is, amit akarok, már azért kácsú. Na, ki is nyomkodtam szépen a vizet, és így néznek ki most a kis medálok, úgyhogy ezt gyorsan meg is ütöm egy serpenyőben, ízesítem egy kicsit. Az édes burgonyát pedig végül is sütőben sütöttem meg, mert annyira sok lett, hogy nem fért volna bele az airfryerbe, de így is 20 perc alatt kész lett. Na, készen is vagyok a meal preppel 3 napra, most már megvan az ebédem. 2-be nem tettem salátát, 1-be pedig igen, ez lesz majd a holnapi. A másik 2-höz pedig majd frissen adok salátát. Úgyhogy nagyon szuper kis ebédötlet. Reggelire breakfast burritot fogok csinálni. Ezt a kis mini tortillát a Spárban vettem. Nagyon-nagyon tökéletes a mérete egy kis reggeli tortillához, és képzeljétek el, egyszer vettem a Tesco-ban olyan tortillát, amiben bacon volt, illetve tojás, és valamilyen édes csilis szósz szerűség, úgyhogy ezt most szépen én is meg fogom csinálni. Készítek egy sima egyszerű rántottát, egy kicsit megfűszerezem, meg szerintem teszek bele kukoricát, mert már meg van bontva egy kukorica konzervem, és el kéne használni. Meg van ilyen fekete erdősonkám, illetve vettem a lengyel boltban sajtot. Képzeljétek el, van itt Tiszaújvárosban egy lengyel bolt, még a Marianka mondta, amikor megnyílt, és most voltam először, szoktak lenni tök jó kis sajtok állítólag, úgyhogy vettem is, ez nem jó sajt, ez sima tehén tejből készült,
de nagyon-nagyon finom, úgyhogy ebből fogok egy kicsit még beletenni, és ennyi. Ennyi lesz a kis burrito. Na ennyi a kis burrito, teszek még rá egy kis édes csilis szószt, ezt a Zoparkban vettem, de egyébként a Lidliben is lehet kapni, meg szerintem az Aldiban is. Most megpróbálom feltekerni, hát nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres a hadművelet. Jó lesz. Mehet a dobozba. A maradék tojás, az pedig szépen a holnap esti vacsorám lesz. És ennyi, kész is vagyunk a mai meal prep-el. Most szépen folytatom a Harry Potter maratont, ugyanis most elkezdtem újra előről az összes részt megnézni, és már az utolsó résznél vagyok. Most angolul nézem, és még mindig olyan, mintha először látnám a filmeket, attól függetlenül is, hogy már láttam vagy 28-szor mindegyiket. Mindig izgulok, úgyhogy most már átadom magam vasárnap esti érzésnek. Aztán majd folytatjuk. Ma vasárnap van, itthon vagyunk a Rafi kutyával, főzőcskézünk, takarítunk, mosók, ilyesmik. Voltunk reggel kutyasúlyban, nagyon-nagyon ügyes volt a Rafi újfent, és lassan el fog kezdődni a haladó csoport, amiben szerintem be fogunk majd jelentkezni, mert ő is nagyon élvezi, sokat tanul, én is élvezem, úgyhogy nagyon szuper. Kezdjünk el főzőcskézni. Arra gondoltam, hogy csinálok egy jó kis kuszkusz salátát. Akarok tenni bele csemegeuborkát, kalifornia paprikát, meg fehérbabot, és ez lesz a köret, és csinálok hozzá szépen darált pulykát. Vettem tegnap a Pennyben darált pulykát, meg a kuszkuszt is ott vettem, úgyhogy lássunk neki. Ebből az egy kapnyi kuszkuszból kijött 5 adag kaja. A mai ebédem, 3 napra az ebédem a melóba, illetve egy vacsora is kijött belőle. Csináltam hozzá még grillsajtot is most. Ezt fogom szépen ma megenni ebédre. Na, viszont ma már május 17-e van, szerda, úgyhogy megint újabb kis recepteket fogok nektek hozni. Ma vacsira, arra gondoltam, meg hát nyilván meal prep is holnapra, holnap utára ebédnek, arra gondoltam, hogy készítek egy kis töltött gombafejet, mert már nagyon régen csináltam, és most megláttam a Pennyben a gombát, és eszembe jutott, hogy ez egy jó kis vacsi lenne. Úgyhogy vettem barna csiperkét, meg tölteléknek túrót, kápjapaprikát és egy darab lila hagymát, illetve hát nyilván sajtot, és van még itthon egy kis jutúrom is, úgyhogy szerintem abból is fogok beletenni a keverékbe. Illetve vettem egy csodásan szép sertésszűzet is, úgyhogy azt is szépen fel fogom karikázni, és azt csak sóval, borssal, meg kis fűszerekkel majd megfűszerezem, és akkor azt meg serpenyőben kisütjük. Fogok még csinálni valami kis egyszerű pohárkrémet, és ennyi lesz a mai vacsi. Na de nekiállok, mert szorít az idő, úgyhogy tegnap este befontam a hajamat, és nagyon kis aranyos lett, mondjuk most már eléggé kilógta magát, de így feltűztem, és azt mondta az egyik kis kollégám, hogy úgy nézek ki, mint egy középkori hercegnő, úgyhogy ma egész nap hercegnőnek éreztem magam. Aztán hát híreim vannak. Tudom, hogy már unjátok, de megint költözni fogok, mert egyszerűen nem tudtam megszokni ezt a lakást. Azt hittem, hogy jó lesz, de
abszolút lehangol ez a kék szín, meg úgy egy csomó minden, ami sajnos így nekem nem felel meg ezzel a lakással kapcsolatban, úgyhogy most egy csomó céges lakást visszaadtunk, ugye folyamatosan mennek haza az emberek, én meg szépen mondogatom fel a szerződéseket, úgyhogy megüresedett egy lakás, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és hát úgy döntöttem, hogy kiveszem, olcsóbban is ki tudom venni, mint ezt, 61 négyzetméter, vagy 63, de ott is két hálószoba van, úgyhogy helyem az lesz egy csomó, de egyébként most már el fogom kezdeni szépen átpakolni a kertbe azokat a dolgokat, amiket oda vettem, úgyhogy igazából már nem is fog kelleni annyira nagy hely. Ugye ez akkor volt elég kritikus, amikor még nem volt az enyém a telek, hanem csak futott a procedúra, mert addig tényleg nem tudtam átvinni, viszont most már jó idő is van, meg már tényleg lesz időm most kitakarítani a kisházat, meg szépen átcucolni. Úgyhogy igazából erre a lakásra már nem lesz szükség, de tényleg nem tudtam megszeretni sajnos, úgyhogy, na mindegy, most nem fogom túlzásba vinni a moving contentet szerintem, de biztos, hogy lesz majd egy-két videó erről is, vagy legalábbis egy-két jelenet. Na mindegy, most gyorsan kitakarítok, ki kell csak porszívóznom, mert a fürdőket már megcsináltam tegnap, aztán állok neki főzőcskézni. Először is berakom a kápia paprikákat alufóliában az airfryerbe, ezt a Lilla mondta nekem ezt a kis trükköt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Ezt fogom majd bele turmixolni a töltelékbe. Készen is vannak a paprik, úgyhogy szépen kiveszem. De jó lesz! Na és akkor azt mondta a Lilla, hogy egy zacskóba kell beletenni őket, és megvárni, még kihűlnek, és utána nagyon könnyen le fog jönni majd a héja. Megvárjuk, hogy kihűl, addig pedig szépen megtisztítom a gombát. Fehérje és pohárkrémet fogok készíteni, natúrjoghurt, fehérje, egy kis Fluff Drops, My Protein Mogyi Baj, és hogy jobban besűrűsödjön, teszek bele egy icipici mandulalisztet, azaz darált mandulát, illetve egy kis kókuszreszeléke. Az aljába mehet egy kis cukormentes keks, amit most szépen össze fogok törni. Erre jöhet a krém. Egy kis cukormentes lekvár. És a maradék krém. Még egy kis kókusz chips a tetejére. És ennyi mehet be szépen a hűtőbe. Fú, nagyon jó lett. Nagyon jól néz ki. Hát, nagyjából kihűlt a paprika, de egyébként türelmetlen vagyok, úgyhogy megnézzük, hogy le lehet-e már szedni a héját. Ó, de szuper, nézzétek, hogy lejön egybe. Hát ez nagyon király. Előveszem a jó kis megbízható ezer éves csopperemet, amit még a mamától kaptam staférónak, amikor költöztem ide. Tiszaújvárosba, és szépen ebben fogom elkészíteni a tölteléket. Fokhagyma krém, de sima fokhagymát is tehettek bele. Ez jó sós is, úgyhogy sót már nem is rakok bele. Még egy nagyon pici füstölt paprikát, és ezt most összeturmixolom. Rájöttem, hogy ez olyan lesz, mint a körözött. Honey!
Hú, de jó. Teszek bele még ilyet. Még ezt. Nem rossz, kis fűszer is mehet bele még. Veszelek sajtot, és szépen megtöltöm a kis gombikat. Így, né? És ez most mehet be a sütőbe 180 fokon egy 20 percre. A maradék tölteléket pedig eldobozolom, mert ez meg nagyon szupi lesz majd ilyen kis szendvics krémnek. Jöhet a húsi, szépen felszeletelem kis karikákra. Kedvenc fűszersóm ez a tejfölös sült krumpli fűszersó, ez nem csak sült krumplira jó, hanem húsira is nagyon-nagyon finom, úgyhogy ebből is teszek rá egy kicsit. Illetve a másik kedvencem az ez a Sun City Barbecue, ezt a Penny-ben szoktam venni, de egyébként ez egy szegedi barbecue-s cég. Nagyon-nagyon finomak a fűszereik. Ennyike. Jöhet a sali. Egy kis zöld kaliforniai paprika. Csinálok hozzá egy kis öntetet natúrjoghurtból. Mindig teszek bele egy kis édesítőt, hogy édesebb legyen, ettől lesz olyan igazi saláta öntet íze. Egyébként mézet tennék bele szívem szerint, de hát ugye abban nagyon sok a kalória. Szupi! És ennyike! Na, sziasztok! Most értem haza. Már péntek van, és voltam a Penny-ben, beszálltam a Penny-ben, mert akarok csinálni egy jó kis süteményt, remélem, aha, van elég mandulalisztem itthon. Most csak egy egyszerű mandulalisztes, tojásos muffinkát szeretnék készíteni, úgyhogy vettem vajat hozzá, meg ilyen étcsokoládét, és akkor szépen ebből fogok összekeverni nagyon egyszerű muffinkát, meg lehet teszek bele egy kis mogyi vajat is. Illetve ma elköszönt az egyik kollégánk, és képzeljétek el, hogy hozott be ilyen virslis, leveles, tésztás, pizzás cuccot, úgyhogy nagyon megkívántam, és úgy gondoltam, hogy most csinálok hétvégére. Vettem leveles tésztát a Penny-ben, ilyen kis pizzakrémet, meg virslit, úgyhogy szépen ezt is gyorsan össze fogom eszkábálni. Aztán most már tényleg végre sikerült nagyjából összeraknom a nyereményjátékhoz a kis dolgokat, mert ugye még nem is tudom, egy hónapja, másfél, összejött a 20 000 feliratkozó a csatornán, aminek nagyon-nagyon örültem, és ígértem, hogy ennek kapcsán egy nyereményjátékot, egy óriási nyereményjátékot fogok szervezni, és kitettem az Instagramra egy kérdező boxot, amiben arra kértelek titeket, hogy írjatok dolgokat, amik rólam jutnak eszetekbe, és nagyon-nagyon szuper kis ötletes dolgokat írtatok. Kettő dolog volt, amire vártam ehhez a kis csomaghoz, de most már ez a kettő is megvan, még el kell szaladnom venni egy dolgot a Tesco-ba, és akkor szépen ki is fogom tenni a nyereményjátékot. Ezt shortsban fogom kitenni ide a YouTube-ra, viszont mire ezt a videót megszerkeztem, már biztos vagyok benne, hogy kint lesz, úgyhogy ha szeretnétek játszani, akkor mindenképpen kattintsatok rá a videóimra, és ott megtaláltok a rövid videókat, és ott lesz majd a 20 000-es nyereményjáték. Nagyon izgatott vagyok, remélem, hogy fog nektek tetszeni majd a csomag, az is lehet, hogy ketté veszem, még nem tudom, meglátjuk, attól függ, hogy hányan fogtok jelentkezni. De tényleg jó kis dolgokat válogattam össze szerintem, vagyis hát igazából ti válogattátok össze, de hát nyilván ezek a kedvenc dolgaim, úgyhogy ez az egésznek az alapja. De hát örülök neki, hogy a kis feliratkozóim mennyire ismernek, úgyhogy tök jó. Na de most nekiállok, mert aztán megyek Nyíregyházára, hétvégén ott leszek, és akkor szombat, holnap este jövünk vissza, vasárnap kutyasuli, aztán megmegyek a telekre, úgyhogy újabb kis videó fog majd arról is érkezni. De már olyan régen volt ilyen Few Days in My Life vlog, hogy most mindenképpen akartam egy kicsit videózni nektek, mert azt se szeretném, hogy a csatorna csak a
telekről szóljon, csak a titkos projektről szóljon, úgyhogy most tök jó, hogy végre van kedvem, meg időm egy kicsit megint vlogolni. Tök jó lehet amerikai vloggernek lenni, mert tényleg annyi minden történik az életükben, hát én nekem nem, tehát elmegyek dolgozni, hazajövök, kutyázok, kaját csinálok, aztán alszom, és újra elmegyek dolgozni, és ugyanez. A hétvégék szerencsére izgalmasak, de hát azt meg látjátok az Instán is, meg a projektes videókból is. Ha. Na, nekiállok. Összerakjuk ezt a kis muffint, majd kiteszem az Instára is recepttel együtt. Hétvége. Felkockázom a vajat, hogy könnyebben fel tudjon olvadni. 2 kupp mandulaliszt. Kettő kis külön formába raktam, mert úgy emlékeztem, hogy van 2 muffin formám, de nincsen, úgyhogy egy muffin lesz, a másik az meg ilyen kis kenyérke forma végül is, de nem baj, mert holnap megyünk vendégségbe, úgyhogy legalább akkor oda el tudom vinni az egyiket, a másikat meg szépen megesszük, és hát most mehet be a sütőbe egy olyan 180 fokon, körülbelül 20 percre. Na, és akkor miközben ez süldögél magának, addig szépen elkészítem ezt a wishlist cuccot. Jaj, de jó! Szerintem ez is kész van, mert már 20 percben van. Itt a másik. Jaj, de jó! Kész vannak ezek is, hát nem lettek a legszebbek, de mindjárt így felvagdalom őket, és akkor úgy már jó lesz. Ezek meg csak ilyen kis maradék pizzás csigák lettek. És itt van a muffinka. Nagyon-nagyon szuper lett, nagyon jó az állaga, tök jó felpuposodott, és úgy is maradt szerencsére. Úgyhogy ez egy nagyon tuti recept lett. Leírom mindenképpen a leírásba is nektek. Itt meg itt van a kis sütike, ez is nagyon jól néz ki, mindjárt ezt is szépen felszeltem, csak még egy picikét hűl. De most megyek és kezdek magammal valamit, mert már nem bírom elviselni ezt a fejet.